képviselő itt. A tegnapi napon ugye a Területi Választási Bizottság elutasította a fellebbezésünket. Ennek apropóján szeretném önöket is itt a jelenlévő újságírókat egy rendhagyó játékba bevonni. Személy szerint is remélem, hogy nem okoz gondot. Első körben megkérném a kollégáimat, hogy ezt a két videót és ezt a két fényképet hadd tekintsük meg. Én úgy értem. Hátrányos helyzetű öreg hölgyeket fordott be, akik nem tudják megoldani, hogy ide jövőről. Úgy érezni kell, azt be kell tartani. Jó. És ha még két képünk ezt legyen a kedvesek, még türelemmel kibírni, ugye ez az egyik és a másik. Köszönöm szépen. Azért gondoltam, hogy bevonjuk önöket ebbe a játékba, mert úgy látszik, hogy alapvető kérdéseket nem tudunk hasonlóan megítélni, mint hogy a Területi Választási Bizottság, és gondoltam segítségre hívjuk önöket is, hiszen a bizottság döntése szerint az előbb említett videókon nem lehet látni, hogy hol készültek, illetve nem lehet hallani, hogy mi hangzik el rajtuk. Az egyik videón ugye azt hangzik el, ami a felirat alapján is látható, és egyébként kicsit nehezebben, de egyébként hallható, hogy hányszor lehet fordulni, talán önök is látták már, ugye az se baj, ha 50-szer. A másik videón pedig az úriember maga állítja azt, kiabálva át az út túloldalára, hogy ő csak idősbeteg hölgyeket szállít, és ez milyen szép tőle. A Területi Választási Bizottság szerint nem állapítható meg se a hang, sem azt, hogy hol játszódik. A másik két képet azért is tettük be, mert egyrészt talán önök is látják, hogy idős beteg néniknek nem sok nyoma van ezeken a felvételeken, annál inkább fiatal ereje teljében lévő emberek, akik kijönnek a szavazóhelyiségből, illetve beülnek egy bizonyos autóba. A helyi roma vezető az, aki egyébként lungodromos bajai vezető, akit látnak a képen, a többieket nyilván nem felismerhető módon jelentettük meg, hiszen a személyiségi jogaik ezt kívánják. De abban kérném a sajtó segítségét is, hogy legalább utólag segítsünk a Területi Választási Bizottságnak, jó? Tehát a képeken és a videófelvételeken egyaránt felismerhetően ugyanaz a helyszín látható. Az a helyszín pedig a bajai 32-es számú szavazókör. Amennyiben ez nehezére esik a Bács-Kiskun megyei Területi Választási Bizottság három tagjának, hogy rekonstruálja, arra szeretnénk kérni őket legalább legközelebb, kérdezzenek meg valakit, vagy menjenek le a helyszínre, vagy hallgassanak meg tanukat, hogyha saját maguk nem tudják, hogy a választókör egyébként hogy néz ki és hol van, hiszen ezen a képeken tökéletesen látszik a helyszín, annak egyébként a hivatalos táblái is, az a közútkezelő, aminek a területén a szavazókör elhelyezkedik. A Területi Választási Bizottság tegnap septében összehívott ülésen egyébként senkit, mi tudomásunk szerint meg nem hallgatott, különösen más bizonyítási eszközt meg sem kísérelt igénybe venni, és azért hadd olvassam föl még egyszer ezt a gyöngyszemet. A Területi Választási Bizottság a videófelvételeket megtekintette, azokból nem derül ki, hogy hol kerültek felvételétek, a felvétel minősége miatt az elhangzott párbeszédek nem érthetőek. A beadott tanúvallomásainkat azzal söpörték félre, hogy nem megállapítható, hogy az azokban tett nyilatkozat. Például az, hogy a választás rendjét sértő módon a lungodrom odadelegált bizottsági tagja tájékoztatott-e bárkit a választási bizottság épületén kívül olyan dolgokról egyébként, ami a választás tisztaságát és titkosságát is befolyásolhatja. Nem hallgatott meg senkit, nem igyekezett bizonyítékokat tisztázni, egyszerűen leírta, hogy szerintük ez alapján ez nem igazolható.
az a helyzet, hogy mi ezek után ezt a választási bizottsági döntést a saját súlyának, saját súlyán kezelve nem minősíteném tovább, de azt gondolom, hogy magáért beszélnek. Mindezek a felvételek, és mindaz, amit a választási bizottság érvként hozott. Azért az is beszédes, hogy a helyi választási bizottság csoda indokait, amit az első körben hoztak, azt már legalább a területi választási bizottság megismételni nem kívánta, tehát más indokokkal sikerült elutasítaniuk. És átadnám a szót Gergőnek, aki viszont a jövőről fog még röviden beszélni önöknek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy eljöttek. Nem adjuk fel a küzdelmet, hiszen az önök által is az előbb látott felvételek bizonyítják, hogy igazunk van, minden kétséget kizárólag választási csalás történt a vasárnapi baljai választáson, ezért megyünk tovább, és a kecskeméti törvényszéken visszük tovább az ügyet. Nem adhatjuk fel ezt a küzdelmet, hiszen a választás tisztasága minden demokrata számára alapvető érték, ezt az értéket szeretnénk megőrizni, és szeretnénk emlékeztetni mindenkit, elsősorban a Fideszt, hogy ne próbálkozzanak tisztességtelen, törvénytelen eszközökkel 2014-ben sem. Azért is megyünk a bíróságra, mert a bíróságnak van több lehetősége arra, hogy megalapozottabb döntést hozzon, hiszen meg tudja hallgatni azokat a tanúkat, akik vállalták, hogy tanúskodnak ebben az ügyben. És azt is reméljük, hogy a bíróság tudja ellenőrizni azt a mobil forgalmat, amit a mi tanúink szerint az ott szavazatszámláló bizottságban helyet foglaló hölgy lefolytatott. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy a választási törvény értelmében bármilyen adatrögzítés vagy adott továbbítás a szavazóköri delegáltak számára szigorúan tilos. És itt nem csak a választási csalás, hanem a választás titkosságával való visszaélés is felmerül, hiszen az, hogy ki volt szavazni és ki nem, az egy szigorúan védett adat, amit nem lehet mobiltelefonnal folyamatosan SMS-ezgetve kiszivárogtatni. Azt reméljük, hogy a bíróság fogja ellenőrizni ennek az önkormányzat által delegált szavazatszámláló hölgynek a mobil forgalmát, és ez döntő bizonyítékkal szolgálat arra, hogy visszaéltek a választási szabályokkal. Mivel ez egy bűncselekmény is egyben, tehát nem csak egyszerűen a választási törvény megsértéséről van szó, hanem ez egy konkrét bűncselekmény, ezért azt gondoljuk, hogy a bíróság utána jár ennek az ügynek, és végre igazságot szolgáltat a baljai embereknek, és mindenkinek, akinek fontos a választás tisztasága.